Napokon belül kiürül a nyíregyházi Bánki Donát Technikum épülete. Szeptembertől azonban új lehetőséggel várják a diákokat. Az országban elsők között itt indítanak okleveles technikus képzést. A Bánki mellett a Széchenyiben összesen 64 diák kezdi meg tanulmányait, műszaki, valamint gazdálkodás és menedzsment területeken. Az új képzési formáról szóló együttműködési megállapodást ma írták alá az érintett intézmények vezetői. Mi már tavaly augusztusban leültünk az egyetemmel, megnéztük azt, hogy a mi iskoláinkban a képzési szerkezet hogyan igazodik az egyetemhez, és milyen továbbtanulási lehetőséget tudunk mi esetleg felajánlani a nálunk végzett diákoknak. Mi valamennyi területen elkezdtük ezt az együttműködést, tehát most gondolok itt turisztikára, környezetvédelem, egyéb terület. A pilot programban két iskola esetében volt lehetőségünk, ez a műszaki terület és a gazdálkodás menedzsment. Én bízom abban, hogy egyre szélesebb körben kezdjük majd az okleveles technikus képzést a technikumainkban. A tájékoztatón elhangzott, a diákok a képzés befejeztével eldönthetik, hogy technikusi bizonyítvánnyal a kezükben középvezetőként próbálnak elhelyezkedni, vagy egyetemen folytatják tanulmányaikat, ahol jegyeiktől függően több kedvezményt is kaphatnak. A technikusi végzettséget szerzett diákok emeltszintű érettségi nélkül jöhetnek be gazdálkodás és menedzsment alapszakunkra, gépészmérnöki alapszakunkra és járműmérnöki alapszakunkra. Még azt nagyon fontosnak tartom kiemelni, hogy ezáltal, hogyha egy technikus bejön, kreditjeit beszámítjuk, tehát a képzési ideje rövidül, hamarabb szerez diplomát. Az okleveles technikusok képzésében már az egyetem oktatói is részt vesznek, a tovább tanulni vágyók pedig ismert, befogadó közegbe érkeznek a kampuszra. A Nyíregyházi Bánkiban műszaki szakterületen szeptembertől 32 hallgató kezdheti meg tanulmányait. Ők úgymond rendes képzésre jelentkeztek, hanem amint lehetőséget kaptunk erre az okleveles képzésre, akkor a legjobb eredményűeket kértük meg erre, és tájékoztattuk őket, hogy mit jelent ez a lehetőség, és igazából a felvételi eredményeik alapján kerültek be a 32 legjobb tanuló ebbe az osztályba. A másik érintett nyíregyházi intézmény a Széchenyi István Technikum, melynek gazdálkodás és menedzsment ágazatára idén 292 tanuló jelentkezett. Közülük a legjobb eredményt elért 32 diák kezdhet okleveles technikusi képzést az új tanévben.